Most még gyerek zajtól hangosan napraforgó bölcsöde, augusztusban azonban másik három intézménnyel együtt zárva tart. Ekkora Bujai utcában lévő zengő-bongó bölcsöde lesz az ügyeletes. A szülők már az év elején tájékoztatást kapnak arról, hogy a nyári zárás hogyan történik az intézményekben. Aztán ehhez az időponthoz tudják megszervezni a saját programjukat, illetve a munkahelyükön a szabadságigényüket bejelenteni. Akinek szüksége van az ügyeletes bölcsödére, ő írásban kéri ezt. Van lehetősége arra, hogy az igénynek megfelelő intézménybe ellátogasson, egy kicsit megismerje a gyermekével együtt azt az intézményt, ahova majd egy hétre, két hétre, illetve egész hónapra járni fog. Amikor a négy intézmény zárva van, akkor a zengő-bongó bölcsöde augusztus 1-től a városban az ügyeletre igényt tartó kisgyermekes családok gyermekeit fogadja. Kecskeméti Péterné kiemelte, akkor is van lehetőség a gyermek bölcsődébe iratására, ha ezt előzetesen nem jelezték. Ekkor a szülőnek fel kell keresnie az intézmény vezetőjét, hogy mégis szeretné bölcsődébe vinni a gyermekét.